Tiszafüred város önkormányzata augusztus 16-án Kócsújfalu rendezte meg a hortobágyi zárt táborok megnyitásának 61. évfordulója alkalmából a kitelepítettek találkozóját. Az emlékezésre ezúttal is az 1994-ben, tehát 20 évvel ezelőtt megkezdett kápolna alap mellett került sor. Az ünnepségre érkezetteket először a kócsújfalui részönkormányzat elnöke, Bíró Mihály képviselő köszöntötte, aki visszaidézte, hogy Kócspuszta lakói együtt érkeztek és segítették a kitelepített családokat. Ezeket az embereket a mai napig nem rehabilitálták, pedig a meghurcoltak személyiségi jogai a vérbírók személyiségi jogai fölé emelkednek. Újra és újra emlékeznünk kell ezen a helyszínen a hortobágyi 12 zárt táborra, mondta a képviselő. A himnusz hangjai közben felengedték a kitelepítettek emlékversenyének postagalambjait, akik ezen az ünnepen azt a 2500 családot jelképezik, akik a zárt táborokban raboskodtak. Maga az emlékverseny már korán reggel megkezdődött. Ebből az alkalomból Pintér Erika polgármester egy oklevéllel köszönte meg Hegyi Györgynek, az R17 Postagalam Sport Egyesület vezetőjének a munkáját, amit az emlékverseny megszervezéséért végzett. Ezt követően polgármester asszonya a kápolna alapról szólt, hiszen az emlékhely a fizikai valóságában még nem létezik. Ennek ellenére a legfontosabb feladat a fogyatkozó tanúságtevők emlékeinek felidézése, őrzése. Pindér Erika, I. és Gyula egy mondat a zsarnokságról című versét idézte, ahol a nyüzsgő égi sátor egyetlen munkatábor. A kitelepítettek még jól emlékeznek a csengő frászra, a fekete autós rémülettel teli időkre. Pintér Erika ígérte, hogy lesz folytatás, lesz, aki igaz szavakkal írja tele a hortobágyi zárt táborok krónikáját. Az ökumenikus istentisztelet első részében nagy tiszteletű Szabó Konrád Sándor ige hirdetésére került sor. A lelki pásztor Mózes 5. könyvéből idézte Isten igéjét, és emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istenedén már 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben. Hogyan tudnak a kitelepítettek leszármazottai emlékezni? Úgy, hogy a történetek apáról fiúra szállnak, s az apák elmondják a jót és a rosszat, vagyis az igazságot. Bereckei Miklós esperes plébános Máté evangéliumából idézte az igét. Az augusztus 15-i nagy boldogasszony ünnepére utalt, amely szívet melengető ünneplés volt. Ez a nap pedig emlékezés a szívet szorongató eseményekre. Tisztelettel gondolunk azokra, akiknek volt szívük az itt szenvedőkre, mondta az atya. Vég Sándorné, a Nemzeti Fórum Jász-Nagykunszolnok megyei és tiszafüredi elnöke, Takács Jánosra, a hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcoltak egyesületének alapítójára emlékezett. Sorolta Takács János életrajzi adatait, közgazdászként, egykori piarista diákként végzett szakmai és közéleti tevékenységét. Takács János 40 hónapot töltött a kócspusztai kényszermunkatáborban, akinek visszaemlékezéseit már többször hallhattuk a kitelepítettek találkozóján. Takács János 2014. áprilisában távozott az élők sorából. A Magyar Vidék Országos 56-os Szövetsége posztumusz 56-os emlékéremmel ismerte el Takács János életművét, munkásságát, amelyet özvegye és gyermekei vehettek át. A jelenlévők egy rövid összefoglalót hallhattak a hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcoltak egyesületének tevékenységéről. Eszerint az egyesület 1000 főnyi tagságával a legnagyobb civil szervezet. Közhasznú tevékenységet végez, állami támogatásban nem részesült. 2013-ban a Szabadságharcosok közalapítványától kapott 4,5 millió forintot. Ebből a sorstársaknak tudtak segélyt folyósítani, valamint az emlékhelyek rendben tartására fordítják az összeget. A deportálások mintegy 450 települést érintettek, az egyesület célja az, hogy mindenhol emléktáblát vagy kopjafát állítsanak. Ezt követően Jeszenszky Iván egykori ebesi kitelepített visszaemlékezése hangzott el. Az író elmondta, hogy szovjet mintára hozták létre a zárt kényszermunkatáborokat, ahová teljes családok, tehát gyerekek, asszonyok, idősek is kerültek. Embertelen körülmények között nehéz fizikai munkára kényszerítették őket. Megaláztatásukat, szenvedésüket gyakran megváltotta a halál. A táborok felállításának oka az volt, hogy a hatalom birtokosai megsemmisítsék a középosztályt.
A táborokat Sztálin halála után oszlatták fel, de a deportáltak ingó és ingatlan vagyonukat nem kaphatták vissza. Megtiltották számukra, hogy bizonyos településekre menjenek, költözzenek, figyelték, nyilván tartották őket. Visszatérő mozzanata a kitelepítettek találkozójának, hogy a deportáltak közül egy valaki, jelen esetben Lukács József, elmondja V. Balassa Zsuzsa Hortobágyi imádság című versét, és eközben egy-egy mécsest helyeznek el, emlékezve a 12 táborra, a kápolna alapjára. Az ünnepség az emlékezés virágainak elhelyezésével fejeződött be. Állami szervezetek, pártok, egyházak, egyesületek, magánszemélyek helyeztek el koszorúkat a kápolna alapnál, az emléktáblánál.